Kalmár indulhat el. Kalmár Zsolt még tovább teszi. Ez így nagy helyzet. Vilitájá. Az látszik a Kozár Michelin játékosainak minden mozdulatán, hogy ők itt most nyerni akarnak, nyerni szeretnének. Szép cselek. Jelánovics tovább teszi fölé. De igazi helyzetet csak a Kozár Michelin alakított ki. Egyet. Nagy lendülettel Farkas. Kettő. És egy kicsit kinéz Sólyom Csaba az asszisztensre. Aztán Győr Sopron 1-2, és mondjuk még egy mérkőzést szeretnék mondani, hogy 5-5 mondjak, akkor Puskás Akadémia Győr 2-0. Puskás Akadémia kiváló pozícióban áll. Farkas, remek lövés, de elmegy a hosszú kapufa mellett. Előtte keresztbe, nem először kerül helyzetbe, de mostán a legkomolyabba. Farkas Balázs. És ezért tulajdonképpen szimbiózisban él. Ez egy veszélyes labdavesztés, le is csap rá Nagy Dominik, szépen tolja tovább, nagy helyzet. Zsdál hagyta ki, vagy hogyha más szemszögből nézzük, akkor Lubos Kamenár védett nagyot. Zsdál komoly lehetőséget puskázott most el. Farkas Balázs tovább tolja, Kalmár. Szép megoldás. Ott van még. Azt a minden is Sólyom. Sólyom hogy ütött bele? Hihetetlen reflex mozdulattal hárította hazai a kapus. Hát most történt esemény bőven itt a 24. percben, hiszen Kozár Michelin és egy komoly győri lehetőség is kihasználatlan maradt. Itt van Lubos Kamenár védése, aki egyből indít. Ez nagyon szép kiugratás Kalmár Zsolt részéről. És aztán itt van szép átvétel, egy kicsit elmérte Német ezt az érkezést. Jelánovics, jó lövés! Kamenár! Le kellett nyúlnia, mert nagy erővel, kicsit takarásból a hosszú alsó sarok felé érkezett a labda. Szükség volt a jó reflexre, íme. Nagy József, Vámosi megpróbálta visszapörgetni, beleért egy győri láb. Jelánovics tisztára játssza magát, még egy kis dzsekázgatás. Jelánovics, szép! Mekkora blokkolás volt, te jó ég! Lang Ádám, óriási mentés. Ha nem lép bele a győri védő, akkor vezet a Kozár Michelin. Aztán második próbálkozása megszerzik, ráadásul most már Vámosi fordulhat. Megpróbálja meghúzni egyedül. Lap lesz. Hoppá! Lap lesz méghozzá a túlságosan keményen belépő Lang Ádámnak, és hogyha lap, akkor ez azt jelenti, hogy 11-es büntetőhöz jut a Kozár Michelini csapat. Lang Ádám nagyon keményen lépett oda, és ez szabálytalan. Fenyvesi Szabolcs pedig sárga lapot adott a győri védőnek, és büntetőt ítélt a hazai csapatnak. 42. perc. 11-es következhet tehát a Kozár Michelinnek. Városi! És megfogja Lubos Kamenár! Sándor István pattan föl, de én megmondom őszintén, kíváncsibb lettem volna Szabó Zsolt, egyébként Móha József reakciójára. Büntetőt hibázott, így marad a 0-0. Hát most már Kamenár egyértelműen főszereplővé vált. Kijött Sólyom Csabáról a labda, de mielőtt nagyobb lett volna a baj, megszerezte. Szóval ez most már, ha jól számolít, az elmúlt 10 percben a harmadik nagy védése. Hattagú sorfal. Farkas. Bele a sorfalba, kipattanó. Óriási kapufa! Farkas ismételt, és harmadszorra már fölé száll a labda. Teli Rüsztel hatalmas erővel 12-13 méterről megzörgette a Kozár Michelini kapufát. Farkas itt van, hogy levágódik, és egyből elvállalja kiváló lövés ballával. Íme még egyszer. Kapufa tehát a második félidőre. Így néz ki tehát a cserék után a két csapat.
Mankó Imre és Paget Olivier a pályán a Győrnél, a vendégcsapatnál 42-essel és 45-össel. Ugye, komoly lehetőség a 62. percben a Kozár Mislöny előtt. Mellé! Nagy Dominik be az ötös környékére, üres a kapu, és megint Lubos Kamenár kijött a labdáért, de közben figyeljük a győri támadást, nem volt les. Farkas Balázs a les határon mozgott, beviszi a 16-oson belülre, középen van érkező ember, Solyom Csaba szedi föl. A rövid oldalra száll a labda! És végül is védenie kellett Kamenárnak, Szabó Balázs indul el. Szabó, gyönyörű! Nagyon szép összjáték volt, kicsiben megoldották középen. A 8. Kozár Mislöny szöglet, 83. perc. Gyönyörű kapufa! És a kapu torkában az érkező Nagy József végül is nem tudott már jó pontos irányzékot adni a labdának. Íme nagyon szép már ez a megoldás is. Ügyes megoldás, Karacs indul el, és jól is tovább itt, Jelánovics. Lágyan beemelt labda középre, ott marad, Frölik gól! A kerekén beálló Frölik Roland. A mérkőzés 87. percében, 86. végén megszerzi a vezetést a hazai csapatnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy jobban megdolgozott ezért a gólért a Kozár Mislöny. Most pontos a mislenyi támadás, itt Fröliknek szerencséje van, mert nem tudta elfélni előle Stanisic, és utána a fejére pattan a labda, úgy kerül elé, és így kerül Zitzerbe. Mindegy,